mester, hol lakol, Jézus, merre jársz? Mutasd meg, hogy hol van a Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Már Rádió minden kedves hallgatóját. Székely János vagyok, a Már Rádió püspök védnöke, és nagy örömmel adom hírül a kedves hallgatóknak, hogy egy új műsor indul el a mai alkalommal itt a rádióban. A műsorunk címe a hit kapuja lesz, és az alcím pedig így hangzik, beszélgetés a hitről a mai ember kérdéseinek fényében. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevében a műsorvezető társamat, Kindelman győzött. Ő lesz az, aki a kérdéseket majd megfogalmazza, a problémákat fölveti, és hát nagyon sok választ is ő fog megadni, kicsit a mai ember problémáit, a mai kultúránkat ismerve. Legtöbb hallgatónk számára őt valószínűleg nem kell bemutatnunk, itt a rádióban már nagyon sok műsort vezetett és vezet is. Köszönjük neki ezt a a szolgálatát. A Szent István társulatnál főszerkesztő, nagyon sok oldalú ember kiváló zenész, tőle származik például a Ne félj, mert megváltottalak című ének is, amíg itt a Már Rádióban volt a zenét kérő műsor, addig az egyik legtöbbet kért dal. Ez volt, amit újra és újra kedves hallgatók kértek. Hangmérnökként is dolgozott nagyon kiváló író meséket, imádságos könyveket állított össze családoknak oltári szentségről. Köszönjük, hogy ennek a műsornak a vezetését is elvállalta. A műsorunk hitvédelmi műsor lesz, apologetikus műsor, ami elsősorban nem valami harcos vagy, vagy támadó, vagy kritikus magatartást akar megfogalmazni, hanem az, hogy szeretnénk segíteni, megérteni a a hitünket, a mélyére hatolni, és az esetleges kételjeket, kérdéseket kicsit eloszlatni, megválaszolni. Meggyőződésünk az, hogy egy ember csak akkor tud teljes szívével hinni, az egész lényével hisz, nem csak az érzelmeivel, nem csak a neveltetése miatt, hanem az értelmével is. Különösen talán egy férfi embernek, egy műveltebb embernek nagyon fontos az, hogy belássa, hogy a hit és az értelem között nincs ellentét, sőt, a tudomány is, hogyha igazi, az értelem is ugyanarra vezet, ugyanarra mutat. A mai világban nagyon sok félreértés, sőt, rossz indulatú támadás is éri az egyházat és a hitet. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, ö, újra és újra a hitünk, igazságát, szépségét megmutatni. A műsorunk címe abból a a Szentatya által 16. Benedek pápa által írt euh, apostoli levélből származik, illetőleg ennek az apostoli levélnek a, a címe ez a rövid megfogalmazása hit kapuja, amelyet 16. Benedek pápa a hit évének a megnyír, megnyitásaként fogalmazott meg. A rövid mondat az apostolok cselekedeteiből való. Ahol azt olvassuk, hogy az Úristen megnyitotta a pogányok előtt is a hit kapuját. Ezt, ezt szeretnénk mi is tenni ebben a műsorban, meghívni a hitre. Úgy gondoljuk, hogy a, a hit gazdagság. Színessé, teljessé teszi egy ember életét. Én Szentföldön, Izraelben tanultam, ott volt egy nagyon idős zsidószületési zsidószármazású pap Ábrahám Ő azt mondta, hogy amikor megtért, azt élte át, mintha addig fekete-fehér lett volna neki a világ, meg a Biblia, meg a hite, és hirtelen színes lett. A hit teljességet ad, a létünknek a gazdagságát az értelmét mutatja meg, hogy a létünknek van oka és van célja, a világnak van rendje. Ezt az örömet, ezt a gazdagságot szeretnénk ezzel a műsorral továbbadni. Most egy rövid időre, mielőtt győzőnek átadnám a szót, hallgassuk az ő gyönyörű szerzeményét, ne félj, mert megváltottalak. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre nyírva. Viruló riteken át, üsforrás forrás felé, Köszöntöm a kedves hallgatókat én is, és köszöntöm, vagy köszönöm Székely Püspök úr megtisztelő szavait. A kedves hallgatók feltehetik magukban a kérdést, hogy vajon ez a műsor kinek fog szólni? Azt is mondhatja valaki, hogy hiszen én tisztában vagyok az egyház tanításával. Na de gondoljanak bele, hogy nem fordult elő mondjuk soha olyan önökkel, hogy egy film, egy könyv vagy egy beszélgetés elbizonytalanította önöket a hitükben. És elcsodálkoztak, hogy no most akkor hogy is van ez a dolog? vagy vajon mindig eszükbe jutott a megfelelő érv, hogy miért hisszük ezt vagy azt, amikor mondjuk egy ateistával, vagy például a kokáért egy Jehova tanuljával, aki leszólította önöket az utcán vitába keveredtek? Most akik kerültek ilyen helyzetbe, azok a műsorunkból ötleteket, érveket meríthetnek majd hétről hétre, hétfőnként ebben az időpontban. És van még egy másik hallgatói réteg is, akikre számítunk, vannak, akik bár tanultak hittant, azért nincsenek teljesen tisztában a katolikus tanítás sokat támadott tételeivel. Gondolok itt például teremtésre, evolúcióra, vagy a manapság sokat emlegetett papi nőtlenségre, magánkinyilatkoztatások hitelességére, és azt hiszem hosszan-hosszan folytathatnám még a sort. Nos, a műsor elején engedjék meg nekem, hogy elvégezzünk közösen egy gyors tesztet, amelyet egy Egyesült Államokban íródott hitvédelmi könyvben olvastam nemrég. Ebből pillanatok alatt a kedves hallgatók számára, kinek, kinek, önmaga számára, hogy mennyire van otthon a katolikus hit dolgaiban. Következőképpen zajlik ez, felsorolok néhány állítást, és önöknek csak az a dolguk, hogy otthon, a karosszékben ülve, a konyhapad előtt, vagy a konyhaasztal előtt, vagy pedig éppen autóban ülve, eldöntsék magukban, hogy hány igaz ezekből az állításokból. Kezdem is, nem fogjuk számon kérni, mindenki magában dönti csak el egyébként ezeket. Tehát, a második vatikáni zsinat monarhiából demokráciává változtatta az egyházat. Igaz vagy nem igaz? Aki részt vesz a Szent Misén és meggyónja bűneit, mindenképpen a mennybe kerül. Ma már tudjuk, hogy a Biblia tartalmaz tévedéseket. Az asztrológia csupán ártalmatlan időtöltés. A lelki ismeretünk mondja meg, hogy mi helyes és mi nem. A házasság érvénytelenítése a katolikusoknál egyenértékű a vállással. Aki nem hisz az egyház által hitelesített Mária jelenésekben, bűnt követel. És az utolsó. Jézus minden szent újra meghal, értünk. Nos, tehát ismét fölteszem a költői kérdést, hogy hány volt önök szerint igaz ezen állítások közül. És már rögtön mondom, hogy bocsássanak meg, és ne tartsák rossz ízű tréfálkozásnak ezt a tesztet részemről, de mindegyik állítás hamis volt. Tehát, ha önök akár csak egyet is igaznak tartottak a felsorolásból, akkor azt hiszem, hogy érdemes hallgatniuk hétről hétre ebben az időpontban a Hit Kapuja című műsort. És akkor a rövid bevezető után rá is térnénk a mai témánkra. Ez alkalommal a kezdetről, a minden mindent megelőző kezdetről, vagyis a teremtésről, és, az ezzel, és ezzel kapcsolatban az ember Isten tapasztalatáról fogunk ma együtt gondolkodni püspök atyával. Először kicsit talán leegyszerűsítve szóljunk néhány szót a tudományos megközelítésről. Valamikor úgy 13 és 15 milliárd évvel ezelőtt egy végtelenül kicsi pontban zsugorodott össze minden, amit ma világegyetemnek nevezünk ennek a pontnak nincsen kiterjedése, hiszen akkor még nem létezett a tér. És nincs jelentése az akkor kifejezésnek sem, hiszen nem létezett még az idő sem. Sőt, a végtelenül kicsi pont elnevezésnek sincsen értelme, hiszen egy pontnak is van dimenziója, tehát kiterjedése. Nem létezett anyag sem, mert ez a teremtés, vagy az ősrobbanás, ahogy nevezik a tudósok előtti állapotot, energiát jelentett, nem anyagot és ezt a már létező energiapontot a materialista tudósok feltételezik, hiszen ők nem tudják elképzelni, hogy a semmiből legyen valami, nevezetesen a világegyetem, tehát ezért ezt a pontot tartják kiinduló pontként. Mérhetetlenül kicsi kis energia összpontosulás létezésének okát azonban már nem tudják megmagyarázni. Nem tudják, hogy mikor és hogyan keletkezett. És ami legalább ennyire fontos, nem tudják, hogy mi indította el, mi volt az oka a Big Bangnek, a nagy boomnak, vagyis az ősrobbanásnak, amely a tudomány mai, vagyis pillanatnyi álláspontja szerint az univerzum létrejöttének, a világ keletkezésének tekinthető. A nagybum utáni pillanatról persze aztán a következő 13 milliárd évről is könyvek ezrei keletkeztek. Az előbb említett két kérdésre azonban nem tudnak a tudósok válaszolni, pedig az embert évezredek óta érdekli ez, és a történelem során Különféle vallások sok-sok magyarázatot adtak a világ keletkezésére vonatkozóan, és mindegyik megegyezik abban, hogy egy felsőbb lény vagy lények a teremtők, sőt, egyes vallások már azt is tanították egészen az ősidőktől fogva, hogy egy mindennél hatalmasabb az anyagi világon kívüli intelligencia hozta létre, és irányítja azóta is a világot. Püspök atya! átadnám akkor a szót, és hadd kérdezzem meg, hogy mi az oka annak, hogy a gondolkodó ember elkezdte keresni a világ mindenség és a saját létezésének eredetét? És mi az oka annak, hogy már évezredek, évezredekkel ezelőtt egy felsőbb intelligencia létezését vallották az emberek? Ha szabad, akkor onnan próbálnék elindulni, hogy az ember egy nagyon különleges lény. Nagyon érdekes, hogy a, az ember a létét, illetőleg mindent, amit ebben a, a látható, fogható világban megtapasztal, azt végesnek érzékeli. Soha nem mondja az ember, hogy ne lehetnék egy kicsit boldogabb, a dolgok ne lehetnének még harmonikusabbak. Ha az ember őszinte önmagához, akkor a szenvedésébe, halálába, vagy mások a szeretteink szenvedésébe, halálába nem tudunk egészen egyszerűen beletörődni az ember a lelkeméjén lázad ez ellen. És nagyon sok gondolkodó megkérdezte azt, hogy miért van ez így, miért nem elég az embernek ez a világ. Az állatoknak úgy tűnik, hogy elég. Az állat a világba tökéletesen belesüppedve él, az ösztönei nagyszerűen elirányítják, egy tehénnek nincsenek egzisztenciális válságai, tudja, hogy mit kell reggeltől estig tennie. Az ember nem tud így élni. Az ember, mintha kicsit ügyetlenül kilógna ebből a világból. Minket az ösztöneink nem irányítanak el tökéletesen, hogy mit is kell tennünk. Az ember megkérdezi ezt, hogy mi is ez az egész világ itt körülöttem. És van ennek valami oka, van ennek valami célja? Mi a dolgom, mit kell tennem az életemmel, mit remélhetek? Az ember elkezd kérdezni, szükségképpen kérdezünk, ezt a világot végesnek érzékeljük, mert valamit érzékelünk a végtelemből, a teljességből, és ehhez viszonyítva érezzük a földi tapasztalatainkat végesnek. Ha semmi sem létezne a világon túl, akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. Csak azért tudja az ember végesnek megtapasztalni, mert valamit érzékel a végtelemből. Az ember rá tud látni az egészre, és rá tud kérdezni az egészre, de azért tudunk rálátni, mert van, ami kiemeljen. Létezik valami a világon túl. Az ember egy ilyen különleges nézőpontból az egészre rákérdez. Tehát az, hogy az ember kérdez, ez valahol a lényünkből fakad. Egy nagyon sajátosan emberi tulajdonság. Ez elől a kérdés elől úgy gondolom, hogy senki, aki őszinte önmagához és az emberségét a maga mélységében akarja megélni, senki nem térhet ki. Sok ember van, aki manapság azt mondja, hogy nem kell ezekkel a témákkal foglalkozni. Tehát őt a vallás, Isten nem nagyon érdekli. Majd, hogy nem, néha úgy tűnik, hogy ez az agnosztikus magatartás, aki azt mondja, hogy nem lehet ezeket a végső kérdéseket eldönteni. Majd, hogy nem úgy tűnik, mint egy okos embernek, egy művelt embernek az alázatos hozzáállása, aki azt mondja, hogy ezekre végső választ, biztos választ nem lehet adni. Én úgy gondolom, hogy minden ember az élet alapkérdésével szembesül. Nap mint nap. Tehát erre a kérdésre válaszolunk mindannyian. Nem lehet agnosztikusnak maradni, mert döntünk már azzal, ahogy reggel fölkelünk az ágyunkból, és nekiindulunk a napnak, és vagy úgy indulok neki, hogy gondolom, hogy a létemnek van értelme, az emberi élet szép és értékes. Nem csak önmagamért élek, hanem van valami nálamnál nagyobb, és esetleg áldozatot hozok, lemondok önmagamról, a házastársamért, gyermekemért. Tehát nap mint nap döntünk, a valóságban az ember nem lehet agnosztikus, hanem vagy úgy él, mintha a létnek lenne értelme, mintha lenne valami, ami nálamnál nagyobb, vagy pedig úgy él, hogy ezeket a dolgokat tagadja. Visszatérve, tehát azt gondolom, hogy az emberségünknek nagyon is a lényegéhez tartozik az, hogy ezeket a nagy kérdéseket föltegyük, és még az az ember is, aki úgy gondolja, hogy kitérhet ezelől, az is nap mint nap erre a kérdésre választad. És akkor hadd kérdezzem meg, nagyon szűkszav van, hogy Isten vagy Istenek. Hiszen, ahogy mondtad, Püspök atya, az ember azért, kereste el, keres, azért kezdte el keresni ezt a, ezt a felsőbb lényt, mert a tökéletességre vágyott. Érezte mindig, hogy valami tökéletes, az ő tökéletlen léte mellett létezik. De akkor mi a különbség a között, hogy egyesek több Istent, több maguk fölött álló lényt kezdtek el elképzelni, és volt egy nép, amelyik azt mondta, hogy nem csak egyetlenek létezik. Egy nagyon érdekes és hosszú útja az emberiségnek, ahogyan próbálja ezeket a nagy kérdéseket megválaszolni. A mostani szentatyánk, még mint Ratzinger Bíboros, azt mondta, hogy a, az emberi gondolkodásnak két nagy forradalma. Volt az egyik a görög filozófia, a másik pedig a, a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás, és nagyon érdekes módon mind a kettő ugyanoda jutott el. A görög gondolkodás is fölismeri, hogy a világon túl van valami. Ide jut el Pláton, ide jut el Arisztotelész, másfajta megfogalmazásokkal Arisztotelész úgy mondja, hogy egy mozdulatlan mozgató. Pláton úgy mondja, hogy a maga a jóság, a végtelen létteljesség, amiből mi részesedünk amit ösztönösen ismerünk, amire visszaemlékezünk minden megismerésünkben. Tehát eljut a görög gondolkodás is az egyetlen teremtőnek, a létforrásnak a fölismeréséhez. Még akkor is, ha a teremtést vagy a világ létrejöttét ők egy kicsit másképp gondolják el. Tehát akkor az igazán gondolkodó ember eljuthat csak ész, tehát gondolkodás alapján az egy Isten hithez? Az Tehát eső... a kinyilatkoztatás nélkül is, akár mondjuk. Az első vatikáni zsinat 1870-ben nagyon érdekesen fogalmaz. Ez egy nagy kérdés volt a teológiában, hogy bizonyítható-e mondjuk az Isten léte vagy a teremtés. És hát sokan ö, afelé próbálták ezt a zsinatot irányítani, hogy ezt mondják ki. És végül is a zsinat egy, egy ennél jóval általánosabb és jóval kiegyensúlyozottabb. Megfogalmazást használ, mégpedig az, hogy Isten minden dolgoknak a forrása és alapja a természetes ész fényénél fölismerhető. Vagyis, hogy az ember képes, képes őt megsejteni, minden vallásnak úgy gondolom, hogy azért a, a másodlagos és kicsit mitikus hiedelem világán túl azért megjelenik az egyetlen, jóságos Istennek a képe. Tehát akár gondolunk a távol-keleti vallásokra, a hindu hiedelem világra, hogy szintén nagyon sok istenség van. De végső soron, amikor a hívő fohászkodik, tehát a vallásos léleknek a mélyén azt gondolom, hogy ott van ez a közvetlen kapcsolat a, a fölöttem álló a teremtő Istennel, akitől függök, és akitől az üdvösségemet várom. De az afrikai vallásokban ugyanezt látjuk. Tehát az ember megsejtheti az Istent nyilván különböző kultúrák, különböző szintekig, meg módokon jutottak el az Isten felismeréséig, de ez az út az ember számára nyitva áll. A kinyilatkoztatás ezt a keresést föntről megtalálja. Tehát nem csak az ember kereste az Istent, hanem ő is lépett felénk, és föltárta a maga titkát. De, de az ember is ugyanezt az Istent kereste, aki aztán a kinyilatkoztatásban megnyilatkozott a számunkra. Az előbb ugye említetted, Püspök atya, hogy a, a tökéletesség, a teljesség iránti vágy, mint fogalom indította el az embert az Isten keresésére. De melyek azok az emberi tulajdonságok, ha vannak ilyen, ilyenek, amelyek, amelyek mint a az ember elkezdte keresni Istent, tehát itt az emberi dimenzióra gondolok, például az intelligenc és az értelem miatt talán, ami ugye egyébként a logikus és a tudatos cselekvés vagy gondolkodás megléte, de egyesek szerint csirájában ez már mondjuk a magasabb rendű állatoknál is megtalálható. Vagy a lélek ez, amely, amely hitünk szerint az ember egyedüli sajátja, bár ateisták sokan azt mondják, hogy ez, ez csak a, már mint a, a lélek az én tudatnak az egyik szinonémája csupán. Tehát mi az, ami emberi uh, tulajdonság szintjén uh, elindított bennünket Isten keresésére? Állat és ember között nyilván van nagyon sok folyamatosság. Tehát rengeteg dolog az összöneinkben, a, a viselkedési módunkban, akár még a közösségi élet szervezésében is megtalálható mondjuk a főemlősöknél. Van azonban sok helyen törés is. Tehát egyszerre kell látnunk azt, amiben hasonlóak vagyunk, vagy a, az állatvilághoz kötődünk, és azt is, amelyben az ember gyökeresen más. Ezt a különbözőséget például nagyon jól tetten lehet érni, abban a módban, ahogy az ember beszél. Az ember szavai azok gyökeresen mások, mint az állatok hangjai. Az állatok hangjai néha nagyon pontos üzenetet. Hordoznak, mondjuk a delfinek vagy a, a méheknek vannak nagyon pontos üzenetei arról, hogy hol van pollen, vagy vagy nem tudom, vagy méz, vagy ehhez hasonló lelőhely, vagy, vagy ivóvíz és egyéb, tehát tudnak távolságot, irányt, és nagyon sok mindent átadni egymásnak. Azonban ezek közvetlen ösztönjelek. Tehát egy adott helyzetre adott válaszok, illetőleg azzal kapcsolatos üzenetek. Az ember szavai nem ilyenek. Az ember kitalál ilyesfajta szavakat, hogy nap, hold és csillag, vagyis az ember megkérdezi, hogy mi ez. Mi ez a világ? Az ember úgy érzi, hogy meg kellene értenem, hogy megtalálhassam benne a helyemet. Mintha az ember hallana egy hangot a világon túlról és úgy érzi, hogy erre a hangra válaszolnia kell az életével, és ezért az ember megszólal. Vagyis az emberben van valami egészen különleges, ami például a beszédében is tetten érhető, hogy keressük az egésznek az értelmét, benne a magunk helyét. Az ember érzékeli a végtelenséget, a teljességet, érzékeli azt, hogy ez a világ nem a végső, nem a teljes valóság. Vagyis a lélek az tulajdonképp pontosan az a pontja az embernek, ahol kapcsolatban vagyunk a világon túli valósággal. A katekizmusunknak a legújabb ö, megfogalmazása, a kompendium, a katekizmusnak a rövid változata, az próbálja ezt megfogalmazni, hogy mi az ember. És egy, egy nagyon szép latin mondatban tömöríti ezt össze, homo capax dei, az ember képes az Istenre. Képes őt megérezni, megsejteni. Ez a fölfelé emelő gravitáció az, ami az embert az állatvilágból kiemelte, ami az emberben egészen különleges, és amit léleknek nevezünk. Az ember kapcsolatban van azzal a, a tiszta forrással, létforrásával, lét aki maga Isten, és esetleg erről hallgatnánk meg most egy éneket, amely a, a zsoltárok könyvéből veszi. A szövegét, ahogyan a szarvas a forrásvizekhez megy, ugyanúgy vágyik az ember lelke az Isten után. Mint szarvas hű. Hallgatóink, önök a Mária Rádiót hallják, és benne a Hit Kapuja című hitvédelmi műsort Széke János Püspök atyával és Kindelman győzővel. A mai alkalommal a teremtésről, a kezdetekről beszélünk, beszélünk és gondolkodunk együtt. És az előbb azt említetted, hogy az ember elkezdte keresni az esze, az intelligenciája révén Istent, és Isten is közeledett az emberhez. Ez a kétfajta közeledés csak az emberre jellemző, és akkor megvilágítom a kérdésemet, ami talán első pillanatra humorosnak tűnik, de nagyon sokan vannak, akik azért talán nem veszik viccesnek a dolgot. Eszembe jut a Majmok bolygója című fantasztikus film, amelyben a majmok az uralmat átveszik az emberek felett, bizonyára ismerik a kedves hallgatóik is, hallgatók is ezt az opuszt, és a filmbeli majom társadalomnak vallása is van. Na most elképzelhető, hogy a jövőben az állatok is eljuthatnak Isten létének a tudatos felismerésére? Ezt egyébként azért is kérdezem meg, és itt jön be, amit az elején mondtam, hogy sokakat talán érdekel érint, mert gyakran hallom kutya vagy maska tulajdonosoktól, hogy az ő kedvenceiknek lelke van, az én kedvencem a mennyországban biztos velem lesz. Tehát nyilvánvalóan az állati élet és az állatok az egy nagyon nagy érték a teremtőnek, az alkotása minden állat, és, és, rengeteget adhat az embernek az állatvilággal való kapcsolat. Tehát az az ember, aki mondjuk lovagol, vagy kutyája van, vagy macskája, stb., az átéleből valamit, hogy az ember számára egyáltalán természettel való kapcsolat a világnak a szépségét látni, vagy benne élni a természetben. Ez egy nagyon nagy kincs, segít abban, hogy a, a teremtőhöz is közeledjünk az ő szép és harmonikus világát megtapasztalhassuk és láthassuk. A Biblia arról is beszél, hogy a végső beteljesedésben valami fajta módon a teremtett világnak vagy az anyagvilágnak is lehet helye. Nyilván ez egy kicsit számunkra titok, tehát nem tudjuk pontosan azt, hogy az Úristen hogyan fogja a létünket beteljesíteni. De a, a Bibliában erről hallunk, hogy új ég és új föld. Lesz tehát a, valami fajta módon talán az anyagvilágnak is lesz beteljesedése a, az Úristen ö, örökországában, a túlvilágon. De mindezzel együtt, hogy állítjuk az állatvilágnak az értékességét és jóságát, azért nagyon fontos azt is világosan látni, hogy gyökeres különbség van ember és állat között, és az nagyon... Helytelen, talán néha fájdalmas is, hogyha valaki igen gyakran sajnos a helyett, hogy értékes és mély emberi kapcsolatokat építenek ki, és emberi barátai lennének, akik a, a fájdalmát, örömét meg tudják érteni, hordozni tudják. Sokszor sajnos úgy tűnik, mintha inkább pótszerként, menekülésként egy ilyen állattal való kapcsolatban próbálja az érzelmi támaszát megtalálni. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy inkább Torzulás, és fontos lenne az emberi kapcsolatokat építeni, és nem az állatra ráruházni azt, amire az állat nem képes. Szóval azt hiszem, hogy kerek válasz volt, és tényleg csak azért tettem föl, mert egy ismerősöm azt mondta, amikor erről a műsorról beszéltem, nagy állatbarát, hogy igen, tegyem föl ezt a kérdést a püspök atyának, én megtettem a kötelességemet, remélem az illető hallja, hallgatja a műsorunkat. És most térjünk át a tudomány kontra vallás témára, amely sokak számára nagyon sikos, és sokan inkább el is akarják kerülni, pedig egyáltalán nem kell kerülni, lehet erről gondolkodni. A vallások, és itt most nem csak a kereszténységről van szó, egy felső berőnek tulajdonítják a világ keletkezését, ahogy már erről beszéltünk. A materialisták ezt az elképzelést abszolút is teljességgel tudománytalannak nevezik, hiszen szerintük minden a világegyetem anyagi törvényszerűségei szerint zajlik évmilliárdok óta és a tudomány csak ezen törvényszerűségek figyelembevételével nevezhető tudománynak. Azt azonban elfelejtik, vagyis inkább gondosan kerülik a tudósok közül néhányan az erről való gondolkodást, hogy az anyagi törvényszerűséget és a természet rendjét nem lehet alkalmazni a világ keletkezésére, hiszen a törvényszerűségnek a törvényszerűségnek csak a törvényszerűségek csak az anyagi világ keletkezése óta léteznek. És éppen ebből következik, hogy tudományos bizonyítási módszerrel tulajdonképpen nem tudják cáfolni a teremtést, a teremtést, mint alternatívát a világ keletkezésére. Minden bizonyíthatóság nélkül csak azt állítják, hogy a teremtés nem létezhet, és mivel a tudomány nem tud empirikus, tehát tapasztalati magyarázatot adni az univerzum keletkezésére, a kereszténység hite, vagyis a teremtés, amely persze szintén nem empirikus tudományos értelemben, de, de egy egyenrangú hipotézis szerintem, vagyis egy variáció lehet a materialisták világkeletkezése hipotézise mellett. Különösen akkor, hogyha figyelembe vesszük mondjuk a materialista álláspont szerint, azt, hogy a materialista álláspont szerint a világegyetem csak úgy minden behatás nélkül keletkezett. Hát ez az álláspont ugye a egyfelől tudománytalan is, hiszen, hiszen csak úgy magától nem történik semmi, hiszen minden okozatnak van oka, ahogy ezt ők állítják, és mondjuk ez filozófia is minden tekintetben megállja a helyét. Nemrégiben azt olvastam, ez az előbb elhangzott és hasonló gondolatmenetek nyomán. Néhány amerikai világi oktatási intézmény tanárai próbapert indítottak az Egyesült Államokban amiatt, hogy ha logikai úton semmivel sem bizonyíthatóbb a materialista álláspont az idealistánál a világ teremtésére vonatkozóan, akkor miért csak az előbbi szerepel a tankönyvekben, mint a világ létrejöttének lehetséges okai és módja? Hát azt hiszem hogy ez egy nagyon jogos felvetés, és innen Magyarországról több ezer kilométer távolból Drukkolok az amerikai tanároknak, hogy sikerüljön dőlőre vinni ezt a próbapert. De Püspök atya. A, az előbb a teremtést ugye egyfajta hipotézisnek neveztem, hiszen tudományos értelemben nem modellezhető, nem megismételhető, nem megismerhető. Mi az mégis, ami közvetett módon bizonyíték lehet számunkra a teremtés isteni megnyilvánulását illetően? Tehát a kérdésem vonatkozik Isten létére is hiszen sem tudományos, sem más, ahogy te is említetted, közvetlen eljárással nem igazolható sem a léte, sem a nem léte. A tapasztalati tudományon kívül azonban van a megismerésnek közvetett módja is, amely persze nem mellőzi az észérveket sem. Ja, nagyon sok téma itt fölmerült, és nehéz is ebben hirtelen rendet csinálni. Először egy pár szót hadd mondjak erről, hogy, hogy hit és tudomány, hogyan lássuk ennek a kettőnek a, a kapcsolatát a tudomány, legalábbis hát a természettudományok, azok a modern gondolkodásban kicsit leszűkítik, illetőleg hát a, a, tudomány egyetlen alapformájának tekintik a kísérleti, tehát kísérletekkel bizonyítható állításokat, összefoglaló tudományokat. Ha mondanék esetleg erre egy, egy nagyon szemléletes példát, tekintsünk mondjuk egy embert, egy Tamás nevű fiatalembert, nagyon sokféle módon a tudós vizsgál, vizsgálhatja őt, hogy nem tudom hány liter víz van a szervezetében, milyen DNS láncok vannak a sejtjeiben, és nagyon sok minden mást megvizsgálhat objektív módon. És ezek az állítások, amit a tudomány a tamásról mond, ezek mindig azok. De ezzel a tamásnak a valóságát még nem tudtuk kimeríteni. És ha mondjuk a Tamásnak van egy kedvese, a Kati, aki őt nagyon szereti, ő még tudja a Tamásról mondjuk azt is, hogy ő egy kedves ember, segítőkész, nagylelkű, megbízható. Ezt a fizikus meg a kémikus soha nem fogja tudni a Tamásról kideríteni, bebizonyítani. A sejtjeiből a szeretete az nem desztilálható semmilyen módon, vagy az igazmondása, vagy a kedvessége. Ez is valóság. Ez is a Tamás. Vagyis nem csak az létezik, amit megszámolni lehet, meg megmérni lehet, hanem a valóság ennél sokkal több. És nagyon fontos lenne rádöbbenni, arra, tehát nem szabad a valóságot leszűkíteni. Csak arra, ami megmérhető és megszámolható. Mostani Szent ezt úgy nevezi, hogy az észnek az önkényes önkorlátozása. Mintha csak ez lenne a valóság, és csak ezt lehetne tudományos alapossággal és komolysággal kutatni. Létezik úgy gondolom a Mozart-requiemnek a szépsége is. Azt se lehet matematikailag bizonyítani, hogy ezek a hang, hangok meg a harmóniák miért szépek. Vagy létezik Michelangelo pietájának a szépsége, az is valóság. Mégsem lehet azt hiszem semmilyen exakt tudományjal azt bebizonyítani, hogy ez a szobor miért szép, és vannak más szobrok, amelyek pedig nem azok. Tehát létezik a szeretet, létezik az igazság, irányítja a világot, irányítja az emberek életét, ez is valóság. Ugyanarra a valóságra vonatkozik a tudománynak a kutatása is, és ugyanerre a valóságra egy kicsit tágabb ismeret módunk, megismerési módunk, a szeretet, a bizalom, a hit, amelyel a valóság egészét próbáljuk megragadni. A tudomány tehát egy részt vizsgál az egészből azt a részt, ami megmérhető, meg, megvizsgálható kísérletekkel utánozható. Hadd mondjak még egy nagyon érdekes hasonlatot, ami talán megvilágítja azt, hogy mit tud a tudomány megtenni, leírni, és mi az, amit alázattal el kell ismernie, hogy itt valahol a határaiba ütközik. Egy nagyon jó példa, ami sok, sokat megvilágíthat talán az egész teremtésnek, evolúciónak a, a lényegéből a látás, illetőleg a színeknek a problémája. A tudósok azt mondják, hogy emberi és állati érzékeléstől, szemtől függetlenül, tehát ha nem léteznének érzékszervek, akkor színek a világban nem léteznének. Csak különböző frekvenciájú fénysugarak amelyek között mennyiségi különbség van, az egyiknek a frekvenciája nagyobb, a másiknak kisebb. Tehát mennyiségi különbség van a fénysugarak között. Az ember és az állat azonban, már amelyik állat erre képes, az nem ezt látja. Mi nem mennyiségi különbséget érzékelünk a fénysugarak között, hanem minőségit. Pirosat, kéket, meg zöldet. Vagyis az érzékeléssel valami léttöblet lett megjelent a, a világban, ami addig nem volt. A tudomány le tudja azt írni, hogy ez hogyan történik. Hát le tudja írni a fénysugárnak az útját, a szemlencséig, milyen csapokat, pálcikákat ér el a, az ingerület, hogyan jut el a, az üzenet a látómezőbe, és, és hol születik meg a, az úgynevezett piros érzet, mondjuk. Le tudja írni, a módot, hogy hogyan. De ezzel nem tudta azt megmondani, hogy, hogy, mi is történik itt, hogy miért. Azt, hogy mi a piros érzet, vagy mi maga a piros szín, ezt nem tudta megindokolni, mert a többet nem lehet a kevesebbre visszavezetni. A tudomány tehát egy, egy szeletét látja a valóságnak, vagy le tudja írni néha hogyan, mondjuk az evolúciónak a hogyanját le tudja írni az eseményeket egymás után, de nem tud választ adni, hogy miért. Hogy a lét több lett, honnan támadt ebben a világban, honnan származik az élet, hogyan lett az élettelemből élő, hogyan alakul ki, a, hogyan jön ki az élők közül az állatvilág, az állatból az ember. Tehát, hogy mitől fejlődik, honnan jön ez a lét lett, mitől indult, és, és mitől fejlődik. Attól, hogy le, a, azzal, hogy leírta ezt a folyamatot, leírta a hogyant, azzal még nem válaszolta meg a miértet. Azt gondolom, hogy egy becsületes tudós, az elismeri azt, hogy csak, csak leírtam a folyamatot. De az igazi okát nem tudtam megadni, mert az az én hatáskörömet meghaladja. Nos, akkor viszont mi az, amiben, amiben mi a fölvehetjük, mert ez így teljesen igaz, és valóban a mi hitünket tükröző válasz, de Mit mondjunk annak a ateistának, vagy annak a materialistának, akik azt mondják, hogy na mégiscsak valahogy, akkor a te többlet színlátásod alapján bizonyítsd be, hogy Isten van. Egész pontosan itt csak közvetett bizonyítékokról lehet szó, hiszen ahogy beszéltük itt, ezt empirikus úton nem lehet se a létét, se a nem létét igazolni. Illetőleg én inkább úgy fogalmaznék, hogy a, a becsületes tudomány oda vezet, ugyanarra vezet, tehát az ősokra, a, a föltétel nélküli létre, a létteljességre vezet. Ahogyan itt már említetted, hogy a, a tudomány fölismeri például az ősrobbanásnak a, a tényét, függetlenül attól, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi volt előtte, vagy, vagy mit mond arról, de eddig a pontig el tudunk jutni. Ha szabad egy kis kitérőt tenni, aki esetleg nem annyira járatos ebben, ez egy nagyon nagy csillagászati fölismerés volt 1929-ben, döbbent erre rá egy Hubble nevű csillagász, hogy a, az égitestekről jövő fénynek a minősége egy kicsit más. Ezt úgy hívta, hogy vörös eltolódás, és ebből a, a fényből, illetve a fényt, ha megtöri, annak a fénynek a, a tulajdonságaiból ki lehet számítani azt, hogy egy, egy égi test a Földtől milyen sebességgel távolodik. És arra jöttek rá, hogy a világ mindenség, tehát az égi testek, ők nagyjából egy pontból távolodnak. Tehát egy teljesen kézzelfogható bizonyítékát találták meg annak, hogy az egész világ amit ismerünk, egyetlen pontból röpül szét, vagy árad szét, és ezt a pontot nevezi a tudományunk ősrobbanásnak. Vagy szintén egy, döbbenetes csillagászati eredmény a háttérsugárzásnak a, a fölismerése és mérése, vagyis a világ világűrben nem abszolút nulla fok van, hanem van, van egy háttérsugárzás, ami ennek a hatalmas energiajelenségnek egy, egy nagyon gyenge vízfénye maradványa. Vagyis a tudomány eljut eddig a kezdőpontig. És én azt gondolom, hogy egy becsületes tudós itt egy hatalmas nagy kérdőjelet kell, hogy tegyen. És azt kell, hogy mondja, hogy hogy van ez, hogy hirtelen a tér egy pontján ez az óriási mennyiségű anyag ott termett, vagy energia ott termett, és aztán elkezdett szétáradni, mitől termett az ott, és mitől árad szét, és nem úgy árad szét, mint egy kézigránát, hanem kezdettől fogva, tökéletes és gyönyörű harmoniák szerint, tökéletesen azonos kvantumokban, ki volt az, aki a kisollóval vágta az energiadarabokat, hogy pontosan azonosak legyenek. Tehát egy gyönyörű törvény szerint, Fejlődik ez a világegyetem a legelső pillanattól kezdve. Az előbb említetted a becsületes tudósokat mint kategóriát, ugye természetesen a többet is nem bestelennek tartjuk, hanem itt a mi szempontunkból való értékrendről van szó. A, ezek a tudósok, akiről beszéltél, értetlenül állnak, egész pontosan mindenki, de ők egyfajta továbbgondolkodást is tesznek magukban. Értetlenül állnak számos olyan tény előtt az univerzum jellemzőjével kapcsolatban, amit most elkezdtél mondani, de folytatjuk, amelyek sorozatos láncot alkotnak, és gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy véletlen jellemzők lennének. Vagyis arra a következtetésre jutottak, hogy egy tudatos, felső-perő beavatkozása hozta létre ezeket. Időhiányában kettőt szeretnék gyorsan most megemlíteni a sok száz közül. Az egyik, hogyha a Big Bang, tehát a nagy, az ősrobbanás által felszabadított energia csak egy icipicivel gyengébb lett volna, akkor az által említett tágulás az visszafordul és nem alakul ki a világegyetem. Hogyha pedig egy icipicivel erősebb lett volna, akkor olyan gyorsan szétszóródik az anyag, hogy nem alakultak volna ki például a bolygók sem de mit is jelent ez az icipici eltérés? Nos, hogyha tizedes helyérték pontosságban akarjuk megadni, akkor az egyes után 110 darab nullát kellene leírnunk. Hogy ezt érzékeltessük, az egyik ilyen, használom akkor ismét ezt a szót, becsületes tudós, azt mondta, hogy egy hívő tudós, hogy, hogy, ez olyan pontosság, mint valaki véletlenül feldobna egy nyilvesszőt az űrbe, az átszelné a kozmoszt, és aztán a szomszédos galaxisban belefúródna egy 1 mm átmérőjű céltáblába. Na most ez, mind, ez és mindez nem csak a mérhetetlen pontosság miatt feltételezi a külső intelligencia, vagyis Isten létét, hanem azért is, mert abban a pillanatban, amikor ez az említett folyamat elkezdődött, nem voltak még anyagi törvényszerűségek, hiszen nem létezett anyag sem. Úgyhogy a tudomány sem most sem a jövőben valószínűleg nem fog fizikai, kémiai, termodinamikai, stb. törvények alapján erre magyarázatot adni, és a ringben így egyedül az Isten teremtő ereje marad meg. És van még egy tudományosan megmagyarázhatatlan anomália is, ami kicsit ehhez kapcsolódik a Big Bang körül. A nagy robbanás után nem tudott volna kialakulni az energiából anyag, mert ahány anyagi részecske keletkezett, pontosan ugyanannyi antianyag is jött létre, és ezek, ezek így kölcsönösen mindig kioltották egymást, míg nem, egyébként ez az egyensúlyi állapot tudományos szempontból nagyon logikus. Ám valamilyen rejtélyes oknál fogva az történt, hogy egyszer csak egy picivel több anyag kezdett el termelődni, mint antianyag. ez pontosan mit jelent? A tudósok nagyjából úgy tippelik, hogy körülbelül ti, minden 10 milliárd antirészecskére 10 milliárd egy részecske jutott. Hát ez tudományos módszerekkel megmagyarázhatatlan, de ennek köszönhetjük például, hogy ma mi most erről az egész dologról itt a rádióban beszélhetünk Önökhöz. Egy nagyon érdekes megfigyelése a modern tudománynak, amiről itt győző beszámolt. Én ha tegyek még hozzá a kedves hallgatók számára, hogy ez még világosabb legyen, a tudomány úgy is hívja ezt, hogy antropikus elv. Egy... Tehát meglepő dolog az a világ mindenségben úgy tűnik, hogy van benne egy céltudatosság, ami az ember felé, az élet felé vezet. Egy Robert Dick nevű tudós, és hát mások fogalmazták ezt meg, szintén a 20. század közepetájától kezdve. És ők azt állítják, hogy például a, az elektron és a proton tömegének az aránya, ami a világ mindenségében egy nagyon fontos arányszám, nagyjából egy az 1837-hez a két részecskének a tömegaránya, hogy ha ez az arány egy kicsit is más lenne, akkor olyasfajta bonyolult szénláncok, amiken a, a ma ismert élet alapszik, vagy a DNS láncolat, ezek nem tudtak volna létrejönni. Tehát ha ez az arány egy kicsit is más lenne, ezek a bonyolult vegyületek nem ö, állnának meg a lábukon. Vagy ha a gravitáció mértéke egy kicsikét más lenne, akkor a csillagok vagy óriások lennének, vagy törpék, de olyas fajta csillag, mint a mi napunk, ami egy középméretű csillag, és vannak bolygói, ilyenek nem volnának. Vagy ezt is mondják, hogyha az atommagban az erős kölcsönhatás, ami az atommag részecskéit összetartja, kicsit ké, kicsikét kisebb lenne, akkor nem lenne ennyiféle vegyület, sőt lehetséges, hogy csak egyféle. Vegyület lenne. Tehát nagyon sok olyan aránya van az anyagvilágnak, ami lehetővé teszi ezt a nagyon bonyolult kémiai alapon szerveződő életet, amit itt a Földön tapasztalunk, és nagyon sok tudósnak az a benyomása, hogy itt van egy céltudatosság. Tehát sok minden út vezet az ember felé. Tehát nem csak okot látnak a világ világmindenség mögött kiváltó okot, hanem céltudatosságot, irányt is. Van egy ifjú tudós palánta ismerősöm, és ő a témáról, amiről mi most beszélünk, ő a következőt mondta, hogy szerinte az ősrobbanás előtti mérhetetlenül kicsi pontba összesűrődött, de mérsűrűsödött, de mérhetetlenül nagy energia, és ezért érdemes elgondolkodni ezen, hogy mit mondjuk rá, ő azt mondja, hogy maga az Isten. És ezért az ősrobbanás után létrejött, ős ős létrejött világegyetem is ő szerinte maga az Isten. Hallottam másoktól is hasonló dolgot. Erre tudunk valamit mondani? Tehát egyáltalán megragadhatjuk mi az Isten lényegét? Egyszerűbben szóval hogyan képzeljük őt el? Igen, a műsorunk vége felé járunk már, de azért próbáljuk meg valahogy még ezt. A biblia és a keresztény ember meggyőződése az egy kicsikét más. Tehát az ember önkéntelenül egy kicsit hajlamos a világot isteníteni, mert a világ gyönyörű. A, a vízesések, a tengerek, az égbolt, stb. Az ősi népek ezeket a, a jelenségeket szinte istenítették. uránosz volt az ég gája, a Földé Poseidon a tenger. Tehát hajlamosak voltak magát a világ mindenséget ö, isteníteni. A keresztény ember, és hát a, a klasszikus görög filozófia is ezen túllép. És egy nagyon gyökeres, ez az, amit a Szent forradalomnak nevez az emberiség gondolkodásában. Pontosan arra érez rá, mind a filozófia, mind a, az Ószövetségnek a hit tapasztalata, hogy a világ véges. És ezt onnan értik meg, hogy egyre jobban érzékelik azt, ami ezen túl van. A, a végtelenséget, a teljességet, amiből ez részesedik. Hogy rövidre zárjuk, mert sajnos a műsoridónk végére végéhez közeledünk, de esetleg majd itt kezdjük egy hét múlva a műsorunkat. A keresztény hit szerint Isten nem azonos a világgal. Isten személy, aki szeretetből alkot azért, hogy a létteljességét, a szeretetét, a boldogságát megossza a teremtményeivel, mindenek előtt az emberrel, a teremtésnek az igazi célja az ember, aki legalább egy kicsit képes fölfogni, a teremtő végtelen jóságából, nagyságából. Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! Nagyjából ennyi fért a Hit Kapuja című új hitvédelmi műsorunknak az első adásába. Ha valaki szeretné ismét hallani a műsort, megtalálhatja a felvett anyagot internetes archívumunkban a mariaradio.hu honlapon. Hogyha pedig az elhangzottakkal kapcsolatban bármilyen kérdésük vagy észrevételük van, nyugodtan írjanak nekünk levelet, e-mailt, SMS-t, bármilyen formában megkeresnek bennünket, az előrhetőségek szintén megtalálhatók a honlapunkon. Nagyon nagy szeretettel köszönöm én is a kedves hallgatóknak a, a figyelmét, köszönöm Kindelman Győzőnek a munkáját, szolgálatát, és akkor egy hét múlva jelentkezünk újra a Hitkapuja című műsorral. Nagyon nagy szeretettel várjuk akkor is a hallgatókat a rádiókészülékek elé. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, Amen! Én, mi lesz még az életemben, nem kívánok csodákat, csak nyugalmat a lelkemben. Énekemmel kicsérem, kinek mindent köszönhetek, dicsőség és hála, Uram, neked! minden boldog lenne, szeretném, ha minden ember boldogan békében élne, akkor is a életünk nehéz gondok közé tette, is és hála, uram, neked. Barátaim, ne legyetek többé vagok, szeressétek nagyon egymást, így lehetnek csak boldogok. Jöjjetek és mindnyájan együtt mondjunk éneket, dicsőség és hála, uram, ne cserd is hála, uram, neked, dicsőség és hála, uram, ne cserd és hála, uram, neked, dicsőség és hála, Uram, neked